a harcmezőkön elesett hősökre emlékeztek. Mentális gondozás a megújult közösségi téren. Libatepertős pogácsa és hagyományőrzés Márton napján. Jó estét kívánok, ez az aktuális november 11-e hírei következnek. Több cég is fejlesztéseket hajt végre a közeljövőben a Gyöngyösi Ipari Parkban, így remények szerint új munkahelyek jelennek meg a városban, mondta el tegnap Hisz György polgármester Fórum című műsorunkban. Várja az önkormányzat azokat a pályázati kiírásokat, amelyek segítségével elkezdhetik a kékestetői klimatikus gyógyhely kialakítását, mondta el műsorunkban Hisz György. A polgármester hozzátette, hamarosan az ipari parkban is bővülés várható, mert több cég is fejlesztéseket hajt végre, de új vállalatok is érdeklődnek az itteni lehetőségek iránt. Van egy körülbelül 3 befektető, aki nagyon komoly szándékot mutat a Gyöngyösi ipari park iránt, illetve 2 meglevő cég is komoly fejlesztéseket tervez. A Procter & Gamble-ből a pelenkagyár is komoly fejlesztésbe fog fogni, illetve reményeink szerint a Seyss-Schmidt nevű német, most már kanadai tulajdonban levő cég is. Műsorunk vendége volt Székely Zoltán, az Agrárgazdasági Kamara Heves megyei elnöke is, aki elmondta, nagy az érdeklődés a földárverések és a gazdatámogatások iránt is. Ez utóbbinál az egyik legjelentősebb az agrárkörnyezetgazdálkodási támogatás. Ez a támogatás ez arról szól, hogy a gazdálkodók olyan körülmények között gazdálkodnak, amik nekik pénzbe kerülnek. Kímélik a környezetet, nem használnak olyan növényvédőszereket, amivel terhelnék azt, nem használnak műtrágyát, olyan művelésmódokba használnak földet vagy ültetvényt nevelnek, ami pluszköltséggel jár feléjük. Ezt a pluszköltséget pedig ezzel a pályázattal pótolhatnák a gazdák, tette hozzá Székely Zoltán. További segítség lehet a gazdálkodóknak az a kedvezményes hitel lehetőség is, amit a földárverések során használhatnak fel a kisebb tőkével rendelkező vásárlók. Az év elejétől november 4-éig közel 400 ezer illegális határátlépő érkezett Magyarországra. Heves megyét ugyan eddig nem érintette a menekült hullám, a Fidesz mai sajtótájékoztatóján azonban elhangzott nem csak a rendőrségnek, hanem az önkormányzatoknak és például a Németországba exportáló cégeknek is nagy károkat okozhatnak a menekültek. A párt évvégéig folytatja a kötelező betelepítési kvóta elleni aláírásgyűjtést. Míg 2012-ben összesen 6800 ember lépte át illegálisan a magyar határt, addig idén novemberig ez a szám elérte a 390 ezret. A Fidesz mai sajtótájékoztatóján elhangzott, a kormány eddig is az ország védelmében hozott intézkedéseket, és célja továbbra is ez marad. A kvótarendszer kiépítése a képviselők szerint nem megoldás lenne, hanem meghívót jelentene más nemzetiségeknek is. A betelepítési kvóta ellen a párt országos aláírásgyűjtést indított. Feltámadást szeretnénk kérni a kormány részére, hogy fellépjen Brüsszelben, hogy az Európai Unió ne egy képet alapján ilyen kötelező kvótarendszerbe ossza le a migránsokat. Nyitrai Zsolt, a Fidesz megyei elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, más országok különböző intézkedései nem váltották be a hozzáfűzött reményeket, ezért határozottan ellenzik a hasonló intézkedések kötelező bevezetését. Volt olyan ország, ez Németország, ahol használtunk kívüli ingatlanokat, kereskedelmi ingatlanokat egészen egyszerűen kvázi államosították és oda költöztették be a menekülteket, volt, ahol pedig tornatermekben helyezték el őket, azt gondolom, hogy egyik sem lenne jó itt Heves megyében. Nyitrai Zsolt hozzátette, Ausztriában pedig tartományi kvótát vezettek be, vagyis az országba beáramló menekült tömeget egy településnek kell befogadnia. A Fidesz úgy látja, beláthatatlan következményei lennének, ha befogadnánk azokat a menekülteket, akik Németországba szeretnének eljutni vagy oda-vissza menni. Horváth László, a Fidesz Heves megyei alelnöke azt mondja, ez megnehezíteni a gazdaság napi működését. Nyilván Ausztria, ha már egyszer kitoloncolta őket, vagy Németország, ha kitoloncolta őket, akkor nem akarná őket megint visszakapni. Tehát olyan szigorításokat léptetnének életbe a határaikon, kimondhatjuk, hogy valamiféle kerítést csinálnának, megszigorítanák a határátkelési pontokon a közlekedést. Ez a magyar gazdaság számára rendkívül hátrányos lenne.
Horváth László hozzátette, ugyan a megyénket még nem érinti a menekült válság, viszont ha a térségbe is be kellene fogadnunk a migránsokat, az önkormányzatok terhei megnőnének és nehezebb lenne a megyei rendőrkapitányság dolga is, de az idegenforgalom is jelentősen csökkenne. A párt évvégéig folytatja aláírásgyűjtési akcióját, a gyöngyösi választókerületben 56 településen telepítettek aláírásgyűjtőpontokat. November 11-én több országban ünneplik az úgynevezett Remembrance Day-t, azaz a megemlékezés napját. Ennek célja, hogy megemlékezzenek a harcmezőkön elesett hősi halottakról, annak kapcsán, hogy az első világháborút lezáró fegyverszünetet 1918. november 11-én 11 órakor írták alá. Magyarországon tavaly óta tartanak ilyenkor megemlékezéseket. Gyöngyösön a helyőrségi nyugállományúak klubjának szervezésében először gyújtottak mécseseket az emlékezők a nagy templom falán elhelyezett emléktáblánál. November 11-én 11 óra 11 perckor az egybegyűltek kétperces néma főhajtással emlékeztek mindazokra, akik az első világháborúban életüket áldozták hazájukért. A szokást 5. György angol király vezette be, s mára nem csak a brit nemzetközösség országaiban, hanem Franciaországban, Lengyelországban, Olaszországban, s tavaly óta Magyarországon is tartják. Sőt, nem csak a nagy háborúban, hanem a világ összes csataterén meghalt katonákra emlékeznek ilyenkor. A napot Poppy Day-nek, azaz Pipacs napnak is hívják. Ezeken a területeken az első életjelet a pipacs virág jelentette. És ezt is fölkarolva, azért a pipacs ugye szép, gyönyörű, piros virág, és úgy gondolták az ott élő emberek, a környéken élő emberek, hogy az ott elesett katonák szívéből nőtek ezek a virágok. Angliában a királynő, a politikusok és a közéleti személyiségek ilyenkor kitűzőként egy mű pipacsvirágot viselnek, miközben az emlékhelyeket végigjárják. A gyöngyösi megemlékezők nem viseltek pipacs kitűzőt, ellenben egy-egy mécsest vagy gyertyát hoztak a háborúban elesettek emléktáblájához. Megállunk azon a helyen, ahol megkívánunk emlékezni, gondolunk azokra az emberekre, akik életüket áldozták a hazájukért a harctereken, és egy-egy mécses vagy gyertya meggyújtásával is feltehetően kellően tudunk emlékezni azokra az ősökre, hiszen ma már 3 emberöltő is elmúlt azóta. Bár a hősökről való megemlékezésnek több napja is van egy évben, emelte ki a programot szervező Engelejter Zoltán, a Donkanyarnál elesettekről szóló januári, illetve a májusi hősök napján történő megemlékezések mellett helye van a novemberi főhajtásnak is. A mentális gondozás részeként ismeretterjesztő előadást tartottak az idősek bentlakásos otthonában. Az első alkalommal Gyöngyösváros történetével, értékeivel ismerkedhettek meg a lakók, akik a jövőben 24 másik települést tekinthetnek majd meg. A megújult közösségi térben néptánc és gasztronómiai nap is várja majd az érdeklődő szépkorúakat. Egy 250 négyzetméteres közösségi térrel tudták kibővíteni az idősek bentlakásos otthonát a közelmúltban. Ez volt az első lépcsőfok, amely a kórházi hangulatot szociális otthoni hangulattá alakította át. Mondja Maka Piroska igazgató, aki hozzátette, ezzel a mentális gondozásnak és az intézményen belüli idős gondozásnak újabb lehetőségei nyíltak meg. Az idős embernek a gyökerei, a kapcsolatai legalább ugyanolyan fontosak, mint a fiatalabb korosztálynak. Ezért most az intézmény dolgozói a járás 25 települését fogadják egy-egy kiállítás és részvétel erejéig. A lakóinknak a nagy része, 95%-a Gyöngyös járás településeiről érkezik ide. Ezáltal törekszünk arra, hogy azok az emberi kapcsolatok, amelyeket annak idején, abban az otthonban, abban a környezetben ők megéltek, szomszédokkal, barátokkal, ismerősökkel, azoknak a leszármazottaival, ezek a kapcsolatok is megerősítést nyerjenek az ilyen találkozások alkalmával. Ezek a foglalkozások a mentális leépülés, dementálódás megelőzésében, lelassításában nyújtanak nagy segítséget. Az otthon lakóiban azt szeretnék erősíteni, hogy ők fontosak annak a közösségnek, ahonnan eljöttek. A hidakat sohasem szabad fölégetni magunk mögött. Nyilván, hogy aki ide kerül, nem feltétlenül úgy kerül ide a saját akaratából, hogy ő erre tudatosan készül. Ezzel mi számolunk.
Az is lehet, hogy a kezdeteknél szándékosan lezárja ezt a hidat. Arra kell figyelni a mentális gondozás során, hogy ezen a hídon vissza lehessen menni. A lakók már két hete készültek az első előadásra, amely Gyöngyös történetét ölelte fel, Lovász Béláné helyismereti gyűjtemény vezető közreműködésével. Patócz Sándorné, az idős otthon lakója azt mondja, sok emléke van a városról, és kötődik hozzá. Én már régen itt lakom, a szüleim, a nagyszüleim is. És én szeretem ezt a várost, akárhova megyek, mindig visszavágyok Gyöngyösre. A következő hetekben egy népdalénekes és a Vidrócki Néptánc Együttes repertoárját tekinthetik meg a lakók, záró programként pedig egy gasztronómiai napon vehetnek majd részt. Liba tepertős pogácsát készítettek Márton nap alkalmából a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola 3. osztályos tanulói. A tánctagozatos diákok természetismeret órai tananyaga a mindennapi kenyerünk. Ezért a pedagógusok fontosnak tartották, hogy a gyerekek a konyhában is megtanuljanak otthonosan mozogni. A pogácsa az ízek tanodájában sült ki, Nagy Zoltán mesterszakács pedig elégedett volt a végeredménnyel. Jó. Nem sós. Nem édes. Elégedetten kóstolgatja a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola diákjainak frissen sült pogácsáját Nagy Zoltán mesterszakács. A 3. osztályos tanulók Szent Márton napja alkalmából húztak kötényt, és meg a fiúk is lelkesen segítkeztek a konyhában. Márton napon már hagyományosan liba kerül az asztalra, de hogy mely részét vagy milyen formában tálaljuk, az az évek során kibővült, így ma már nem szabgáltat a kreativitásnak semmi. Megjelentek a libás sütemények is, ugye legismertebb a ludláb szelet, vagy például amit mi is készítettünk a gyerekekkel, az egy túrós tésztából készítettünk liba formájú kiszúróval süteményeket, amit utána fel lehet díszíteni. A liba formájú süteményeket másodikos diákok készítették, a harmadikosok pedig liba tepertős pogácsával lephették meg szüleiket. Természetismeretből a tananyagunk a mindennapi kenyerünk volt, és úgy gondoltuk, hogy ezen a héten ünnepeljük Szent Márton napját, és ebből az alkalomból, mivel ő a libák közé bújt el, ebből az alkalomból liba tepertős pogácsát sütnénk. A gyerekek többsége otthon is segít a konyhában, így többen már rutinosan álltak a tepsi mellé. Be kell rácsozni egy késnek a hegyével, aztán és hosszában is, keresztben is, aztán pedig ki kell nyomni pogácsát kinyomóval. A Mártonnapi liba egyébként időjós is, így ha otthon készül az ebéd, akár azt is megtudhatjuk, hogy mennyire lesz hideg az idei tél. Márton napkor liba mellett libacombot kell enni, és akár a melléből is, vagy a comb csontjából is meg lehet állapítani, hogy milyen telünk lesz. Ha a csont barna is rövid, akkor sáros lesz a tél, ha viszont hosszú és fehér, akkor pedig havas. Az MB2-es futsal bajnokságban újabb győzelemmel folytatta szereplését az Energia SC Gyöngyös. A fekete mezben futballozó Csenger már az első percben gólt ért el, és ekkor úgy tűnt, az élmezőnyhöz tartozó szabolcsiak simán hozzák a mérkőzést. A szünetben egy-egy után a fordulást követően a gyöngyösiek találtak magukra, és Marosi és Patócs vezérletével 6-3-ra módosították a végeredményt. Ez nagyon fontos mérkőzés volt számunkra, hiszen tényleg egy jó csapat látott ide hozzánk, és egy felmérő volt ez számunkra, hogy tényleg ez egy győzelmi sorozat, vagy tényleg csak azért, mert esetleg egy jobb képességű csapat vagyunk, mint akik az ellenfeleink voltak. De szerintem bebizonyítottuk, hogy nagyon jó formában a csapat, és egy nagyon jó mérkőzést játszunk. A vendégeknél Szilágyi Sándor értékelte a mérkőzést. Aki látta a meccset, ugye 2-2-nél odaadtuk a labdát, egyenlítettek, és 2-1-nél egyenlítettek, 2-2-nél ugyanezt történt, majd pedig két olyan fault után kaptunk büntetőből gólt, ami az ellenfél térfelén történt. Egy rutinos csapat ezt nem csinálja meg. De én azt hiszem, hogy büszkék lehetünk magunkra, egy nagyon jó meccset játszottunk egy nagyon jó csapat ellen. Azt hiszem, hogy nem mi vagyunk az egyetlen csapat, aki Gyöngyösön ki fog kapni. Ebből a meccsből is tanultunk. Jövő héten vár ránk egy hasonló nehéz mérkőzés, bízom a srácokban. A Gyöngyös győzelmével a 7.-ről a 6. helyre lépett előre, a Csenger a 2. helyről a 3. csúszott vissza. A 10. fordulóban a Gyöngyös a 10. helyen álló Nyíregyháza otthonába látogat.
Az utóbbi három évben mind a földgáznál, mind a villanyáramnál 10-10 milliárd forinttal csökkentek a lakossági rezsitartozások. Ez az összes tartozás csaknem egyharmadát jelenti mindkét esetben, mondta a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője. Jövőre a közfoglalkoztatottak megkaphatják a közfoglalkoztatási szerződésük még hátralévő idejére járó támogatási részt elhelyezkedési juttatásként, ha sikerül munkát találniuk. Az erről szóló kormányrendeletet a Magyar Közlönyben tették közzé. Az elhelyezkedési juttatás igénybevételéhez legalább egy hónapja fennálló, vagy két éven belül 180 nap időtartamot elérő közfoglalkoztatási jogviszony szükséges. A rendelet 2016. január 1-én lép hatályba. Most pedig nézzük, hogyan álltak ma délután 5 órakor a budapesti értéktőzsde vezető részvényei. A Magyar Telekom 390, a MOL 13400, az OTP 5755, a Richter pedig 5018 forintba került. A hivatalos tőzsdeindex a BUX egy órával a zárás előtt 22556 ponton állt. Jönnek a mai nap legfontosabb hírei, még egyszer röviden. A harcmezőkön elesett hősökre emlékeztek Gyöngyösön is. Mentális gondozása megújult közösségi térben. Libatepertős pogácsa és hagyományőrzés Márton napján. Köszönöm figyelmüket, ez volt az aktuális szerdán. Találkozunk holnap is a szokott időpontban, addig olvassák el híreinket az interneten www.gyöngyöstv.hu. Minden jót, a viszontlátásra!